Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szőlészeti és borászati oktató-kutató tevékenysége nagy múltra tekint vissza, melynek során az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel is együtt dolgoznak szakemberei. Közös célkitűzésük, hogy a szőlőtermesztést fenntarthatóvá és a klímaváltozással szemben ellenállóbbá tegyék, mondta az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője. Természetesen célunk, hogy bemutassuk az eredményeket tudományos közlemények formájában is, konferenciákon, előadások keretében, illetve mi kollégáink, és reméljük, hogy a jövőben közös PhD hallgatók is elvégezhetik ugye a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges terepi kísérleteket az együttműködés során. Az egyetem rektora elmondta, az intézmény nagyban hozzájárul az új ökológiai művelés alkalmazásához, melynek része, hogy drónokkal figyelik a kísérleti szőlőültetvények változásait, az eredményeket pedig közösen elemzik. Fontos az egyetemnek az, hogy ezt egy olyan szintre emeljük, amely méltó arra, hogy az együttműködés akár nemzetközi szinten is láthatóvá váljon. Szeretnénk közös pályázatot, Horizon Europe pályázatot beadni, és a jövőben is aktívabbá tenni ezt az együttműködést a két szervezet között. Elhangzott, az egyetem számára fontos, hogy reagáljon a régió igényeire, segítse a környékbeli vállalkozásokat, borászatokat, többek között agrometeorológiai adatszolgáltatással, illetve kutatási eredményeikkel, amit ez az együttműködés is elősegít.